1562 és 1598 között kitört egy vallásháború Franciaországban, a katolikusok és a francia kávenisták, vagyis a hugenották között. Ez igazából a katolikus királyok és a protestáns burbonok szembenállását jelentette, aminek eredményeképpen negyedik burbon Henri került hatalomra. 1572. augusztus 23-a 24-én Szent a éjszakáján kötött házasságot Bourbon Henrik és Valoán Margit. Ez az időszak jelentette egyúttal a hugenották lemészárlását is. Negyedik Bourbon Henrik 1589-től 1610-ig uralkodott, erőteljesen katolizált azért, hogy uralmát elfogadják. Az ő szájából ismert az a mondat, hogy Párizs megér egy misét. Ugyanakkor engedélyezte a protestánsok szabad vallás gyakorlását a Nánti ediktum alapján 1598-tól. 13. Bourbon Lajos 1610 1643-ig uralkodott, ő a központi hatalmat igyekezte megerősíteni, ki kívánta építeni az abszolutizmust, vagyis a kincstári bevételekből központi hivatalnok szervezetet és erős hadsereget épített ki. Rendeletekkel kormányzott, a rendi országgyűlést nem hívta össze 1614 után. Minisztere Richelieu bíboros volt, az egységes államigazgatást ő hozta létre, vidéken a királyi megbízottak, vagyis az intendánsok képviselték a király hatalmát. 14. Burbon Lajos, vagyis a napkirály 1643-tól 1715-ig uralkodott. Kezdetben első minisztere Mazaren volt az, aki irányított. A napkirály szállóigéje volt az, hogy az állam én vagyok. Uralkodás alatt rendi felkelés tört ki frontban, 1648 és 1653 között, amit sikeresen levernek. Kolber pénzügyi főellenőr volt az, aki bevezette a merkantilista gazdaság politikát, ez Franciaországban kolberizmust jelentett. A kereskedelmet fellendítette, a nemesfémek kiáramlását megakadályozta, védővámokkal kiszorította a külföldi árut, az agrárkivitelt fokozták, Flottát építettet és bekapcsolódott a világkereskedelembe a francia királyság, manufaktúrákat hoztak létre, fejlesztették a belső úthálózatot és a folyókat szabályozták. Annak ellenére, hogy Kolber milyen tanácsokkal látta el a 14. Lajost, ő pazarló életmódot élt, ezt igazolja a Verszályi Palota megépítése is.